1996-ot alakok Keszin, de 2008-ig ide nem mertem bejönni, mert azt hittem, hogy olyan talpon álló, mint az ilyen szokásos helyek. De abszolút, legalábbis 2008 óta egy olyan pedagógiai tevékenységet lehetett kifejteni, ami tényleg egy szellemi szintemelkedést tapasztalok. És ez a kiállítás is ennek szerintem egy része. Hogy igazából a vihar kergetett be, egy óriási Dézsából ömlő vihar, és már nem értünk át a másik oldalra. És akkor először elszörnyűködtünk, utána pedig ide elkezdtünk járni, és akkor jobban megismerve az embereket, jobban megértettük, hogy ki miért olyan. Milyen típusú emberek járnak ide, kiket ismertél meg? Mert hogy azt is elárultad előzetesen, hogy egyfajta mini szociológiai tanulmányt is folytattál itt 8 év alatt. Igen, hát főleg a színessége a környezetnek az nagyon jó, hogy tényleg a Pestről volt, hogy jöttek homelessek, mert máshova nem engedik be őket, de közben meg filmrendezők, meg újságírók, írók, költők, szóval nem tudom, tényleg annyira változatos, de olyan nyitott szellemiségű emberek, akik elviselik a szélsőségeket, azt hiszem az egy közös nevező. Lehet ezt mondani erre a helyre, hogy ez egy kocsma, tehát ez a legjobb kifejezés. Igen, borozó az Attila. Borozó hivatalosan. Akik itt látszanak, a te alkotásaid, portrék, ezek az itteni közönség tagjai, vagy akik megfordultak itt? Igen, igen, hát akik vagy kávézni, vagy egyéb fogyasztásra bejárnak. Mondjuk olyat is ismerek, aki nem fogyaszt semmit, csak úgy bejár, mert jó a társaság. Olykor, nem mindig, mert az is változó persze, de igen, mindenki innen ismerős, ez a közös nevezője az egésznek. Hány portré látszik? 80 kép van. Aki, amikor készítetted ezeket, gondolom, hogy itt ültek, fogyasztottak, tehát vagy emlékezetből is? Nem, én csinálom most mit oldalnak a PR-ját az interneten, két Facebook oldalt, és oda fotókat, videókat, ilyen poénokat, ilyesmiket töltegetünk, hogy tényleg úgy változzon ez az idős alkoholisták kocsmája jellegű pecsét. És amiket itt fotózgattam azokból, meg hát fotózgattam őket, hogy a legjobb kifejezőbb arcukat elkapjam. És januárban volt egy ilyen balesetem, amikor nem tudtam ülni és feküdni, és akkor egy két hét alatt... Álltál két hétig? Hát csak fájdalomcsillapítóval tudtam aludni, szóval állnom kellett egész nappali időszakomban, és akkor ezzel foglaltam el így a gyógyulásba magamat, hogy ezeket állvánnyal megrajzoltam, és akkor azzal meggyógyultam. Valamennyi modell látta róla készült képet? Hogy reagáltak? Hát nagyon változatosan, mint ők maguk. Az egyik, az nem jó, az egyáltalán nem hasonlít, de mindenki mondja rá, hogy őt ábrázolja. Másik meg el van álljó, ez pont olyan, mint én. Általában mindenki magát kevésbé ismeri föl, a másikat remekül. Ahogy látom, ezek nem karikatúrák, ezek portrék. Igen, igen. Hát tervezek ide még két kiállítást, kört. Az egyik ugyanezek a helyzetek, szituációk, emberek karikatúra megfogalmazásban, így a zen karikatúrákkal kapcsolatos formanyelven. És egy harmadikat pedig a klasszikus kocsma olajfestészet, mint ez a két papos kép. Ezek klasszikus, ilyen prerafaelita kocsma festmény jellegűek. Azokat teljesen profin, az csak olyan 5-6 képet akarok, és azok ilyen nagyon ilyen magas művészeti olajfestmények lesznek róluk. A kiállítás megnyitóra egyfajta performanszal készültél, rappelni fogsz. Mi ez néhány szóval, aztán majd úgyis rögzítjük. Hát igen, a rap ez egy olyan forma, amit én úgy gondolok, hogy azzal is lehet beszélni emberekhez, és hogy ez is az interdisziplinaritáshoz tartozik, hogy nem csak képek, meg jelenlét, meg dekoráció, meg nem tudom, hanem hanggal is, szívem szerint még táncolnék is, csak ez már nem fér bele a mai estébe, de hogy hanggal is, mert én rappelek 1998 óta, és most ez egy nekik szánt szett. Direkt úgy válogattam össze a szövegeket, ami egy kicsit így ide idélik, így a perifériákról, vagy a marginális társadalmi rétegekről szól inkább. Gondolhatnátok, hogy hát szembe lakok, csak bejöttem ide, de nem volt ez ilyen egyszerű. 2008-ban Anna barátnőmmel sétáltunk, gondosan kerülve az F-féle lebújnak tűnő helyeket, mint a Schmidt kocsma. Mert mint sokan, mi is előítéletekkel voltunk tele, és lepattant késdobálónak néztük Bacchus-e szentélyét.
amikor is egy hirtelen jövő hatalmas nyári vihar szó szerint bekergetett minket ide, és életünkbe először betettük lábunkat a helyre, mely azóta számomra a szerves közösség egy fontos találkozási pontja lett. A Schmidt akkor mondjuk tényleg más volt még, tele volt olyan emberszabásúakkal, akik úgymond tesztoszteron túltengésben szenvedtek, és megesett, hogy kemény túlreagálás lett az esetek nagy részében. Ez a belépő este lett a kezdete egy értéknevelő, újrahasznosítási kísérletnek, ahol Hunor és Magor nemes küzdelemben emeli egymást önmaguk fölé. Barátnőmmel még aznap megfogalmaztunk akkor egy reppet, a jeles esetről, ami után lélektakarító nővé váltam a Schmidtben. Hallgassátok hát meg a 2008-as szerzeményt, s lássátok, miből lett a csiribiri cserebere, cserebogár. Az este kezdete a címe. Az este kezdete, a vihar az arcomba kegyetlenül csattog bele. Lehet ezt az estét már megette a fene? Menjünk haza, na ne, kivételesen a helyi talpon állóba tévedünk be. Kin villámcsapás, benn kin a melegfronti hatás. Jobbról, balról támadás, csőstűről ránk az alkeszes atrocitás. Vitás alapok, kétes alakok, humanista vagyok, tapasztalatot akarok, tehát maradok. Itt a füstkarika is 18-asra belőve terjed a levegőbe, nem menekülhetünk mi sem előle. A pornép pornó ellenállást vált ki belőlem örökre. Pajtás, nem vagy te fajtás, mely fajtalankodás az, amit te teszel itt, nem normalitás. Agykárosodott be hatás? Hé, gazember, nem az Isten haragja az ilyen ember. Skizofébét nézek a pszichotévén, degenerált itt a perverzió, a mixiónk nem fikció, toleráns reakció, de véges a türelmem, ha egy kijensz pedofil csoffan elasszottan elébem, a szövegemmel kivégzem. Bűnös gondolatokból zűrös mozzanatok, szabatos eltorzulás, gátlás nincs. A rövid és a bagó, a kincs, a széthullás, beteges, a szolgáltatás, nem ingyenes, egy fölös feleséri, bárkit megvehetsz, szinte mindenkit magadévá tehetsz, kíváncsi lehetsz. De milyen áron, ez egy életre szóló, ébresztő, rill rémálom, a menthető lény, sajnálom, jön a szánom, bánom, hogy ezt minek kell látnom, milyen világ a valóságom, szocprolik köre. Odaül hozzánk idegenül, kiteregeti magát kegyetlenül, gátlástalanságában lepaktálom vele az időt. Megdöbbentő, de ő egy tini csávó, aki benóráció, szinte csak deformáció, mert csoda, hogy ő még egy emberi verzió. Szexuálpszichó, a kifordított böllér fiú, skizovébét nézek a pszichotévén, degenerált itt a perverzió, a missziunk nem fikció, toleráns reakció, de véges a türelmem, ha egy kijent pedofil bloffan zsírosan elében, a szövegemmel kivégzem. Ki a felelős a kifordított böllér fiúé? Ki a felelős a kifordított böllér fiúér? Akik a hatalmat birtokolva tudatlanságba vezetik a szép világot, vagy a nép között járók, akik őrzik a tudást önmaguknak? Úgyhogy, mint az erkölcs pőre, őre, úgy kezdtem ide járni, hogy senkinek ne kelljen a végén semmit megbánni, pór életébe, és a lényege egy. Az együttérzés szeretete legyen, hogy a végén szeretete tegyen. Legyen hát itt a Schmidt Upcycling projekt rap leírása, ami meg a mostani rap, hogy miből lett ez, idáig ez volt, most meg, hogy mi ez. Bejöttem ide, és láttam, mibe vagytok ti itt. A mámor, ha gátolt, már a folyékony közlés helyett.
bátorba áttolt, ámorba oltott, tönzés lehet. A trágyába rabosított áltos csikó idéződött belétek, amikor megláttam a létszomtól szomjazó árva lelketeket, és ez segélykiáltás kötelezett engem, hogy megnyissam a szíveket, az enyémet, a tiédet, a tiédet, a tiédet. S látom már bennetek a nagyra nőtt belső gyereket, akik az élő közös létet szívják a csaposok kezéből, mint a jó teljes anya melből, annak idején a tejet. De lehet, hogy a magány helyett keresitek itt a létetek értékét, és feleseitekkel kezeitekben feleselitek el sérelmeitek áradatát. Ajánlatom az, hogy inkább a létimádatát ünnepeljük e térben, hisz mi itt a földi paradicsom közepében, az erdő szívében, hobbit világ örömében élhetünk, élhetünk. Együtt testvérbaráti tudatban az az alapunk, hogy mind itt vagyunk, itt lakunk, itt csatlakozunk, édes földanyánk, óvó anyaföldi ölébe. Testvérek vagyunk mi itt Budakeszi szívébe. Itt Budakeszi szívébe. Ha ott van benned a gondoskodás szándéka, ne tétovázz, de dolgozz azzal, amit van a lelkek, akik körbevesznek a te dharma küldetéseid, bárhol is légy, fényed égjen bennük, mert ők azok, az okok, amiért sorsot vállaltál, testvéredért, az élő világért, minden gyerekért, ezekért, az ifjú lelkekért. Hogyha feladat van, ne lapítsd, de segíts! Ha tudsz, úgy te is többre jutsz, a befektetett erő nem vész el, csak átalakul. A világegyetem öröm erejévé, és alapul dharma gyakorlásod velejévé. E világunk élő erő, minden, ami benne levő, arra való, hogy próbára tegye a rajtad átható égi szeretetet, azt az erőt, hogy a tég, ahogy az ég téged is etett, hogy játszani tudj itt velem. Forgasd hát tovább a dharma kerekeket, ahogy a nagy szaka tette neked. Szenvedésteli, szenvedésteli lét, derűsebb legyen neked, s ne puszta mókus kerék. Minden erő újra hasznosuljon benned a jó szándék kohójában. Legyen kezed is, agyad is mesteri, mely nem ismeri a meddő anyagot. Az ember a te fajod, ez ad neked alapot az emberiességre, hogy légy és ne csak vegetálj. A tunyaságnál megállj. Na megálljunk itt egy percre, serceg a zajhang és a csend egy percbe. Na mi ebbe a megértés, az együttérzés. Meghívót kaptam erre a mai kiállításra. Bonyai Barbónak, Budakeszin élő képzőművésznek volt majd egy kiállítás megnyitója, és még én ugyan valóban soha nem voltam itt, de ez egy mai nagyon rendhagyó este volt, és nagyon érdekes volt az egész megnyitó, hiszen nem a hagyományos formában folyt le, mint ahogy amihez eddig esetleg hozzászokhattunk, hanem egészen másmilyen jellege volt, hogy ezúton is gratulálok a művésznőnek. Zenélés is volt, képzőművészet is volt, és ezek között volt egyfajta összhang. Egyébként az nagyon érdekes, hogy az önkormányzat több civil szervezetet is támogat, akik művészettel, képzőművészettel is foglalkoznak, vannak kiállításaik. A Barbara nem tagja, én úgy tudom, ennek az egyesületnek, egyik, vagy ezeknek az egyesületeknek, de talán kedvet kap majd ahhoz ő is, hogy esetleg csatlakozzon hozzájuk, mert azért az egyesület mégiscsak van erő, tehát az ilyen kiállítások megszervezésében is nagyobb segítséget tud nyújtani, már amennyiben erre szüksége lehet az egyes művésznek. Nagyon érdekes portrék voltak, tehát én úgy tudom, hogy ez egy kiállítás sorozatnak az első része, ez a mostani kiállítás, és itt az idejáró budakeszi polgárokról készült portrékat állították ki, úgyhogy mindenképpen van egy nagyon kedves, szerethető jellege ennek a kiállításnak, hiszen azok a vendégek, akik idejárnak, azok láthatják magukat kinn a falon. Is.